Így fest a győri belváros kicsiben. Első látásra talán hihetetlen, hogy a műanyagból készített makett valóban hiteles másolata a megyeszékhely központjának. Alekszovics László tavaly készítette el a háromdimenziós alkotást, amely egészen idáig a városházán kapott helyet. Most, hogy átkerült az óriás makett az Eszterházi palotába, a Városi Művészeti Múzeum munkatársai úgy döntöttek, egy kiállítással karöltve mutatják be az egzugos utcák és a történelmi épületek kicsinyített mását a nagy közönségnek. A terepasztal mellett a tárlatot Potyondi Ákos fotográfiái színesítik, melyek a hely történetét és a város hangulatát idézik meg a látogatóknak. Nagy szeretettel várunk mindenkit erre a kis kamaratárlatra, ahol jobban megismerhetik az épületeket, a városban található épületeket, város történetének fontos pillanataira hívják fel ezek a figyelmet, és úgy készülünk, hogy szeptember közepén például a kulturális örökség napjai kapcsán, amikor kinyitjuk összes műemléképületünket, összes múzeumépületünket a belvárosba, itt egy külön játékos programra is várjuk a gyerekeket és a felnőtteket. A Városképletek vonalzóval és objektívvel című ingyenesen látogatható kiállítás október 15-éig hívja egy rövid belvárosi utazásra az érdeklődőket.